Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Egyfajta hiánypótló adásként jelentkezik a Helyi Televíziók Országos Egyesülete tagtelevízióinak legújabb közös magazinműsora, a Generációnk, amelyben az országban élő és tevékenykedő időskorúak életébe nyerhetnek bepillantást. Műsoraink készítése során számítunk az önök véleményére, javaslatára, hozzászólásaikra is, amelyeket a látható e-mail címünkre generacionkmagazin@gmail.com címre írhatnak meg nekünk. Tartsanak velünk! Novemberben tartották a Nyugdíjasok Országos Szövetségének küldött gyűlését Budapesten. Az eseményen összegezték az elmúlt 4 év tapasztalatait, vizsgálták az időskorúak életminőségét és ismertették a jövőbeni legfontosabb terveket. A részletekről az Országos Szövetség régi új elnöke Németné Jankovics Györgyi számolt be a Győri Televíziónak. Ez a szövetség a hazai civil társadalomnak is, de az időseket képviselő generációs érdekvédő szervezetek között is meghatározó, elsősorban nagy taglétszáma alapján, hiszen közel 130 ezer nyugdíjast tömörítenek az Országos Szövetség tagszervezetei. Még néhány adattal hadd fárasszam önöket. A szövetség 35 tagszervezetből áll, valamennyi megyében és nagyobb városban vannak tagszervezeteink, és ezekhez a tagszervezetekhez tartozik közel 1400 nyugdíjas közösség, egyesület, klub, és ezekben a klubokban tevékenykedik az a 130 ezer nyugdíjas. Körülbelül 800 településen van jelen ez az egyesület, vagy ez a szövetség, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy országos lefedettséggel rendelkezünk. A szövetség, ahogy említettem, egy olyan érdekvédő szervezet, amely sajátos módon értékeli és értelmezi az érdekképviseletet és az érdekvédelmet. Manapság hajlamosak az emberek, a társadalom egy érdekvédő szervezet hallatán anyagiakra gondolni. Természetesen ennek a szövetségnek is az érdekvédelmében az első rangú és elsődleges szempont ennek a társadalmi csoportnak, ennek a rétegnek az anyagi jóllétét szolgálni. Itt elsősorban a nyugdíjemelési rendszer, és általában az idős politikának azon kérdéseivel foglalkozunk, amelyek a generációnk anyagi jólétét szolgálják. De mi az érdekvédelmi filozófiánkban hasonló szintre, hasonló rangra emeljük a testi, lelki, szellemi jó közérzet szolgálatát. Nekünk ez ugyanolyan fontos, mint az anyagi jólét, mert ahhoz, hogy valaki ebben a korban jól érezze magát a bőrében, a mindennapjaiban, ez nekünk ugyanolyan fontos, és ez nem csak anyagi kérdés. A tevékenységünkben is tulajdonképpen ezekre a területekre koncentrálunk, olyan konferenciákkal, partnerkapcsolatokkal, hivatalos képviseletekkel próbálunk kapcsolatot tartani, amelyek tulajdonképpen ezeket a területeket, ezeken a területeken való együttműködéseinket segítik. A szövetségnek különböző tematikus rendezvénysorozatai vannak, felmenő rendszerű, kulturális, hagyományőrző és sportrendezvényei. Utóbbi időben talán egy kicsikét az egészséges életmód és a mozgás szerepének a hangsúlyozása a tevékenységünkben nagy szerepet kapott, vagy a korábbiakhoz képest lényegesen nagyobbat. Az egészségügyi sétáktól kezdve a szenior táncmozgalom meghonosításáig ilyen típusú közösségek, életmódklubok létrehozása, ezek mind jelölik azt a tevékenységi keretet, munkaformát, amely gyakorlatilag a szövetségben meghonosodott. Talán az érdekvédelmi filozófiánk mellett még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni. A mi elmondatunk egy kicsikét azzal is foglalkozik, hogy mi hiszünk a lázadó időskorban. Hiszünk abban, hogy ebben a korban is lehet újítani, lehet alkotni, lehet sikerekhez jutni, és nem szabad belesüppedni abba a magányba, abba a depresszióba, ami sok kortársunknak a sajátja, és ez elsősorban abból adódik, hogy nem keresnek társas kapcsolatokat, nem keresnek közösségeket. A mi közösségeinket alapvetően ez fogja össze, hogy valamennyien hiszünk abban, hogy együtt könnyebb,
együtt tenni könnyebb, és együtt tenni érdemes. Házhoz megy a könyv Kaposváron, a Takács Gyula megyei és városi könyvtár újabb szolgáltatásának köszönhetően. Ez elsősorban azokat az időseket érinti, akik már nehezen jutnak el az intézménybe. Számukra a könyvtár munkatársai összegyűjtik a kért köteteket, és hetente egyszer eljuttatják hozzájuk. Jó napot kívánok! Átker Gerné vagyok a megyei könyvtárból. Milyen könyveket szedjünk össze önnek? Romantikusat? Igen? Krimi is lehet? Telefonon adja le rendelését a könyvtár egyik idős olvasója. Miután a könyvtárosok összeválogatták a megrendelését, házhoz is szállítják. Jó, akkor kívánok, meghoztuk a könyvet. Lenke néni már nagyon várta a könyvcsomagot, mivel havonta akár 14-15 könyvet is elolvas. Én nehezen cipelek már, úgyhogy hátamon cipeltem egy darabig, aztán Lilla szólt, hogy már a korommal jár, hogy haza lehet hozni, és azóta hozzák, és tényleg jó sokat olvasok is. Tehát életemben mindig szerettem olvasni. A könyvtár új szolgáltatásával az időseknek szeretnének segíteni. Kaposvár teljes területére kiszállítják a könyveket hetente egy időpontban. Annak, aki nehezen közlekedik, vagy a tömegközlekedéssel is, vagy még azzal sem tud közlekedni, nehéz felkeresni a bibliotékát, és erre próbáltunk valami alternatívát kitalálni, így született meg ez a szolgáltatás. Van-e közületek iskolás? Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz több programmal csatlakozott a Takács Gyula megyei és városi könyvtár. Vasárnap koncert is várta a családokat, és a népi hangszereket is megismerhették a gyerekek. Nekem lejárt a könyvtáramnak a hosszabbítása, és most 50%-os kedvezménnyel lehetett meghosszabbítani, és akkor egybe kötöttük ezzel a zenős programmal. A könyvtár szolgálati pultjánál sorban álltak az olvasók, és több tucatnyian használták ki a féláros beiratkozási kedvezményt. Csak egy gombnyomás, és érkezik a segítség. 70 idős ember otthonában van kézi segélyhívó a Somogy megyei Rinyamenti kistérségben. Ez a jelzőkészülék biztonságot nyújt a lakáshoz kötött idős, beteg embereknek. A tapasztalatok szerint nem csak rosszul létek esetén segít, sikeresen távol tartja a hivatlan zaklatókat is. Hogy tetszik? Köszönöm szépen! Rózsi néninél 4 éve van jelzőkészülék. Azt mondja, neki biztonságot ad. Eddig egyszer kellett használnia. Rózsi nénit egy otthoni balesete indította arra, hogy kérje a készülék elhelyezését. Elesett és eltörte a vállát. A kistérségben 17 éve működik a rendszer. Ez idő alatt már többször is sikerült életet menteni a segítségével. Ez az a készülék, ami veszi a jelet, hogyha az ellátott megnyomja a kis kézi segélyhívóját. Ez 30 méteres körzetből képes érzékelni a jelzést, és egyébként, hogyha véletlenszerű volt a hívás, akkor itt tudja törölni ezzel a kis gombbal. A jelzés ide, a térségi szociális szolgáltató központjába fut be. A központ gondozója a telefonján is kap ilyenkor üzenetet. A kistérség 18 települése közül 14 településen működik jelenleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Elsősorban a saját otthonukban élő, arra rászoruló idős emberek, szenvedélybetegek, illetve fogyatékos személyek részére nyújt krízishelyzetben ellátást. A Rinyamenti kistérségben 70 idősnél van készülék. Az ő jelzésükre 28 ügyeletes gondozónő áll készenlétben. Nagyatádon ma éppen Edit az ügyeletes gondozónő. Azonnal indul a táskáért. Ebben vannak egyebek között a jelzőkészülékkel ellátott lakások kulcsai, hogy biztosan bejusson a segítséget kérő ellátott otthonába. Évente átlagosan 40 riasztásunk van, ennek nagy része elesés, illetve rosszul lét miatt történik, de vannak téves riasztások is, amely abból adódik, hogy kíváncsiak az ellátottak arra, hogy milyen rövid időn belül ér ki a gondozónő. Általában ilyen 30 percen belül. Van, amikor a gondozónő nem tud segítséget nyújtani, így mentőre van szükség, vagy pedig az ügyeletes orvost értesítik, de mindaddig a helyszínen marad a gondozónő, amíg a segítség ki nem érkezik, tehát nem hagyja ott a gondozónő az idős embert.
Az eddigi tapasztalatok szerint nem kívánt látogatók esetén is jó szolgálatot tesz a jelzőrendszer. Többször sikerült már elhárítani vele erőszakos házalók, csalók vagy éppen betörők próbálkozását. A ma már Magyarországon népbetegségnek számító cukorbetegség veszélyeire és megelőzési lehetőségeire hívták fel a figyelmet világszerte a Diabetes Világnapon. Várpalotán a helyi cukorbetegekért alapítvány szervezésében Hídvégi Tibor diabetológus, a Győri Petszaladár megyei oktatókórház főorvosa tartott előadást Együtt élni a cukorbetegséggel a gyakorlatban címmel a Túri Várban. Várpalotán 29 éve működik Diabetes Klub, amely 1994 óta cukorbetegekért alapítvány néven tevékenykedik. Céljuk elsősorban a prevenció, a cukorbetegség kialakulásának megelőzése. Ennek egyik állomása a minden évben megrendezett Diabetes Világnap, melyet világszerte november 14-én az inzulin feltalálójának Frederick Banting születésnapján tartanak. Az egyik nagy kutatási eredmény a Földünk, ami még most is jelentős, az az inzulinnak a felfedezése, hiszen a diabéteses betegnek a kezelése inzulin nélkül a mai világban is lehetetlen lenne. Tehát nagyon fontos az, hogy gondoljunk a cukorbetegre, gondoljunk arra, hogy a betegség nagyon komoly következményekkel járhat, ha későn kerül felismerésre. Ezért mindig ezen a világnapon is megemlékezünk arról, hogy a diabétesz az egy világjárvány, rengeteg diabéteses beteg van, Magyarországon a felnőtt lakosság 7,5%-a, és körülbelül 7,5% az, aki a diabétesz előszobájában van, tehát előbb-utóbb, ha nem figyelünk rá, akkor cukorbetegség alakulhat ki. Évről évre drasztikusan emelkedik a cukorbetegek száma, sőt a diabéteszben egyre több gyerek is érintett, hangsúlyozta dr. Széles Margit diabetológus, kardiológus. A szakember azt is elmondta, a megelőzést, illetve a gyógyulást nem lehet csupán az orvosra és a gyógyszerekre bízni. 2005 és 2017 között meg kétszerződött a cukorbetegek száma, ezenből a gyerekek cukorbeteg gyerek száma meg háromszorodott. Ez összefügg az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, a mozgásszegény tevékenységünkkel. A cukorbetegek 50%-ában a diabéteszt nem ismerik fel idővel. Hát igen, nem ismerjük fel, mert nincsenek tünetek. A világnapon a Győri Petszaladár megyei oktatókórház főorvosa kiemelte, a cukorbetegség kezelését megnehezíti, hogy valakinél hosszú ideig talán nem is veszik észre a betegséget, mivel a kezdeti tünetek viszonylag jelentéktelenek, gyakran nem is figyelnek fel a cukorbetegségre, amit emiatt gyakran csendesgyilkosként is emlegetnek. Az eseményen részt vett dr. Tóth László, a Várpalotai Szent Donát Kórház orvosigazgatója is, aki szintén a prevenció fontosságát hangsúlyozta. Mind orvosi, mind edukátori, ápolói szempontból nagyon fontos ennek a világméretű járványnak az időben való észrevétele, a megfelelő kezelése és gondozása. Nagyon fontos, hogy a civil szervezetek, mint például a Diabetes Klub mellénk álljanak, és együtt próbáljuk meg a betegséget visszaszorítani, vagy kordában tartani. A Várpalotán tartott Diabetes Világnapi rendezvényen elhangzott, számos olyan új készítmény kerül ki folyamatosan a gyógyszerpiacra, amely nagymértékben elősegíti a betegek gyógyulását. Kedves nézőink, a következő percekben ingyenes pénzügyi biztosítási tanácsokkal látjuk el önöket az ingatlanokkal kapcsolatos esetleges káreseti anyagi terheinek enyhítése érdekében. Hallgassák meg figyelmesen Szanati Mátyás szakmai tapasztalatait, megfigyeléseit és javaslatait. A mai alkalommal az ingatlanok biztosításáról fogunk beszélni. Abban fogok segíteni önöknek, hogy mire érdemes odafigyelni lakás, illetve családi házak biztosításánál. Kiemelt fontosságú, hogy családi házak esetében mindig az újjáépítési értékre kell biztosítani az ingatlant, tehát összességében mindig a megfelelő összegre legyen biztosítva az ingatlan. Tehát mi az az összeg családi házak esetében, amiből a nulláról újra fel lehet építeni az ingatlant, amennyiben az megsemmisülne.
Még ugye a lakásoknál pedig a forgalmi értéket kell alapul venni. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci értéket kell meghatározni, és arra kell bebiztosítani az ingatlant. A lakásokkal kapcsolatban nagyon fontos tudnivaló, hogy sokszor tapasztaljuk azt, hogy a tömbháznak van saját biztosítása, tehát egy külön biztosítása. Ez azonban csak az épületre terjed ki, így nekünk csak a saját lakáson belüli ingóságainkra, saját vagyontárgyainkra, értékeinkre kell biztosítást kötni. Ezzel kapcsolatban néhány dolog, például a személyes tárgyaink, ékszerek, bútorok, és a ruhákat sem szabad kihagyni ebből a felsorolásból, hiszen gondoljunk csak bele, hogyha minden egyes ruhadarabunkat újra kellene vásárolnunk. Minden esetben tájékozódjunk teljes körűen azzal kapcsolatban, hogy a biztosításunk az milyen fedezetet nyújt és milyen káreseményekre terjed ki, ugyanis ebből nagyon sokszor van félreértés, hogy várunk kártérítést olyan események után, amiket a biztosítás valójában nem tartalmaz. Fontos, hogy minden esetben tényleg személyre szabott biztosítási csomaggal rendelkezzünk. Az alap ingóság és épületbiztosításon kívül, amire még érdemes figyelni, az akár a csőtörés, illetve az elfolyt víz mértékének a térítése, a zárcsere költsége, bankkártya elvesztés. Ami még szóba jött, az például a kórházi lopás, ezt nagyon kevesen tudják, hogyha a biztosított rendelkezik ilyen térítéssel a lakásbiztosításon belül, akkor hogyha ő kórházban kerül és ott történik a lopás, akkor arra is térít a biztosító. Illetve a készpénz, ami mindig egy nagyon érdekes dolog. Én azt javaslom, hogy ne tartsanak otthon túlzottan sok készpénzt, ugyanis egy esetleges betörés vagy lakástűz esetén a biztosító nagyon korlátozott kereteken belül tud csak térítést nyújtani a készpénzre. Amennyiben bekövetkezik a káresemény, akkor az első lépés mindig a kárenyhítés, tehát meg kell tennünk minden olyan lépést, hogy az adott kárt azt tudjuk enyhíteni, és akkor ezt követően ugye meg tudjuk tenni a kárbejelentést a biztosítónak a honlapján, interneten vagy akár telefonon keresztül. Semmiképp se az üzletkötőt hívjuk, hanem közvetlenül a biztosítóhoz forduljunk a káresemény bejelentésekor. Köszönöm, hogy velem tartottak. Amennyiben további kérdésük van az adott témával kapcsolatban, akkor a generacionkmagazin@gmail.com e-mail címre küldjék el a kérdéseiket. Mit kezdjünk magunkkal, ha nyugdíjasok lettünk? Féljünk? Megijedjünk? Kétségbe essünk? Hiszem, hogy nem ez a jó megoldás. Válasz, tanács ezer is lehet. Ám erre egy teljes műsoridő is kevés lenne. Néhány okos gondolat azonban belefér a mai műsorunkba. Beszélgetés következik a témáról Tonk Emillel, a Marketing Szövetség alelnökével. Vendégünk dr. Tonk Emil, a Magyar Marketing Szövetség alapítója, ügyvezető alelnöke és az Üzleti Akadémia vezetője. Köszöntöm a stúdióban és köszönöm, hogy eljött hozzánk. No hát, hogyan éljük meg azt a bizonyos napot, amikor már nem kell bemenni a munkahelyre? Köszöntök én is mindenkit, aki nézi az a műsort. Hát ez egy érdekes kérdés, már minden kérdés azt mondják, hogy érdekes. Én ugyanabban a korban vagyok, akiről szól ez a műsor, akinek szól ez a műsor. Én nem értem meg drámai módon, egyrészt fel is lehet erre készülni, a másik, hogy ez közel se olyan nagy változás, mint hogy sokan magukba fölépítik, ezt rettenetesen félnek az emberek attól, amikor mondjuk elmennek nyugdíjba, hogy mi lesz akkor. Ha készül rá, akkor semmi különös nem történik, egy olyan nap jött el, ami egy más életet fog jelenteni, de egyébként nem biztos, hogy az rossz. Ez nagyon érdekes, hogy az emberek akkor, amikor ilyen változások vannak, akkor mindig a rosszra gondolnak, azt hiszik, hogy az rossz lesz. Szerintem nem. Miért törvényszerű, hogyha valami változik, hogy az biztos, hogy rossz? Ez egyébként csak szemléletmód kérdése. És én nagyon sok emberrel találkoztam, aki vidáman élte meg ezt a változást, és olyan valaki már előtte két héten majdnem eltemette magát. Hogyan lehet ezt a fajta pozitív gondolkodást erősíteni? Hogyan lehet felkészülni? Hát úgy például, hogy az ember a változásra úgy készül, hogy végig gondolja, hogy milyen előnyei lesznek annak, hogyha történik egy ilyen változás. Ugye ez egy olyan változás, amivel nem tud nagyon mit csinálni, ez az élete velejárója, tehát ez az, ami a körülmény
ez kényszerít minket arra, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat, mert ha valaki elmegy nyugdíjba, azt úgyse tudjuk megakadályozni, lehet tolni egy kicsit, de egyszerre jön az idő. Ezért inkább arra kell gondolni, hogy ha történik ez a változás, milyen előnyei lesznek a számunkra. Tehát én sok emberrel találkozok, akik vidáman jól élik meg, mert ennek a kornak az előnyeit élik meg, abban is gondolkodnak. Van, akik pedig ennek a változásnak mindig a hátrányait élik meg, sőt, olyan emberek társaságában élvezik az együttlétet, akik ők is panaszkodnak erről. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogyha van egy ilyen pillanat, akkor ne azokkal az emberekkel töltse az idejét, akik elmondják, hogy ez milyen rossz, hanem azokkal kell mondják, hogy ebben mi a jó. Én szerintem egy nyugdíjas kor, ezt merem mondani, mert én is ott tartok, nyugdíjas kor az rengeteg pozitív dolgot tud az embernek adni. Több idő lesz olvasni, több időt tudunk foglalkozni a családdal, több időt tudunk foglalkozni, kikapcsolódni, színházba járni, moziba járni. És ez is érdekes, hogy a nyugdíjasok mindig azt mondják, hogy hát igen, de akkor az ember akkor szegény lesz, mert nem lesz elég pénze. Szerintem a nyugdíjas az egyetlen, akinek innentől kezdve fix fizetése lesz, nem tudják kirúgni erről a munkahelyről. Erre mindig számíthat erre pénze, úgy szívesen körülnéznék a világban, hogy hány olyan ember van, aki annyira biztosabban, hogy holnap meg lesz a munkahelye, hogy nem fogják megszüntetni a munkáját, hogy nem fogják fölmondani, nem fogják kirúgni onnan, nem fog olyan változást tenni a munkáján, ami neki ez dráma lehet, nyugdíjasoknak ilyen nincs. Megszívlelendő gondolatok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Szívesen. Az ember kíváncsi természet. Amikor egy színpadi produkcióra várunk, rendszerint egészséges, izgalmi állapot uralkodik el rajtunk. Önök nem gondoltak még arra, hogy az előadás előtt, alatt vagy után esetleg bekukkantanának a színfalak mögé is. A győri időskorúaknak erre lehetőségük nyílt, amikor a Győri Balett Társulat legújabb bemutatójának egyik főpróbáján jártak, és betekintettek a kulisszák mögött zajló eseményekbe is. Utolsó mozzanatok az esti szakmai premier előtt, csütörtök este mutatja be a legújabb darabját a Győri Balett Black to Say Silence címmel. Ezúttal azonban már délelőtre is jutott lelkes nézősereg, hiszen az ESI idős klubjainak szépkorúi látogattak a próbára. Nagyon szeretünk örömet okozni különböző kluboknak, és nagyon nagy boldogság, hogy az idősek klubját köszönhetjük egy kis kulissza bejárásra, vagy egy olyan pillanatnak a megtekintésére, amire egy átlag néző természetesen nem tud bejönni. Konkrétan ugye ma este lesz a szakmai premierünk, ma délelőtt a kedves vendégeim megnézhetik, hogy egy táncos életének mit jelent az premier előtt. Délelőtt, amikor még próbál próbaruhába a fények, még utolsó simításokat végezzük a bemutatóra. Nem újdonság Győrben, hogy az idősek látványos és izgalmas programokon vehetnek részt, az önkormányzat továbbra is törekszik arra, hogy a szépkorúak aktívan töltsék nyugdíjas éveiket. Intenzíven készülünk a Európai Kulturális Fővárosa címre, úgy gondoltuk, hogy az érdeklődő klubtagjainknak is bemutatjuk, és ebben nagyon-nagyon nagy segítséget kaptunk a színház részéről, a balett részéről, a Kis János részéről, és én örülök annak, hogy éppen mikor jöttem fel, akkor kérdeztem meg, örülök annak, hogy lelkesek a mi időseink, érdeklődőek, hiszen több mint 50-en jöttek el a klubokból. Én azt hiszem, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy Győr idősbarát város, jó Győrbe idősnek lenni, akkor ezek az apró dolgok is hozzájárulnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Az idősek pedig valóban jól érzik magukat, rendszerint nagyon készülnek az ilyen alkalmakra, ez pedig most sem volt másként. A mai rendezvényen körülbelül 60 időssel vagyunk jelen, a Győri Balettel már több éve együttműködik az intézményünk,
és úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy így betekintést nyerhetnek az időseink is ebbe a világba. A 14. országos találkozón egy picit közelebb hoztuk már a balettot a tekintetben, hogy fellépőként voltak jelen és nyitották meg ezt a rendezvényt. Bízom abban, hogy ezt követően már nem csak sötétben és csendben fogunk tapogatózni a balett világában. Híradónkkal egy időben már javában zajlik a sötét, csönd szakmai bemutatója, az idősek pedig vélhetően felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a tartalmas délelőtt során. Szerezzük vissza a velünk született természetes képességeinket. Ez a legfontosabb célja a következő percekben látható torna bemutatónak, amelyet soron következő adásainkban is nyomon követhetnek. Sőt, otthon a készülékek előtt velünk együtt gyakorolhatnak a kedves nézők. A helyszín a Szombathelyi Gagarin úti idősek klubja, aki pedig megmozgatja az izületeket és az izmokat. Kovácsné Károly Zelli. Üdvözlöm a kedves nézőket! Edka joga erőgyűjtő módszer gyakorlására, az életöröm mozgás gyakorlására hívom Önöket. Kártyikné Benke Edka anyu módszere ez, közismertebb nevén Edka anyuról van szó. Ezt a módszert bárki gyakorolhatja, életkortól, nemtől, egészségügyi állapottól, testsúlytól függetlenül, úgyhogy bátorítom Önöket, hogy a fotelekből keljenek fel, illetve ha ez nem kényelmes, akkor akár ülve, széken ülve is végezhetik a gyakorlatokat. Először vizsgálják meg a testtartásukat. Nézzék meg, párhuzamosak-e vajon a lábfejek, csípőszéles a terpesz. A hasizomban, farizomban legyen egy kis tónus, csípőjüket billentsék középre, mellkasukat jól domborítsák ki, a lapockát zárják, és a fejük fejtetővel nyújtózzanak fölfelé a plafon irányába, jól lazítsák el ezzel a nyakat. Aztán, hogy még intenzívebben zárjuk a lapockát, tegyék támaszkodó pózba a tenyerüket, és csavarják hátra a karokat kartőből, tolják közben lefelé a kéztőcsontokat a hasizom, farizom is közben összehúz lapocka intenzíven. Közelít, mellkasuk jól kidomborodik, érzik, így felszabadul a tüdő és a szív. Na még egyet. Aztán fogják meg a vállukat. Könyökükkel körözzenek, írjanak le egy nagy kört. Írjanak le egy nagy kört, és mikor viszik hátra a könyöküket, jól zárják a lapockát. A mellkast alaposan domborítsák ki. Picit bele is rugózhatnak, akinek jól esik, kicsit el is fordíthatja a törzsét. Fordítsák el a törzset, és zárják a lapockát előről. Hátulra vigyék a könyököt. Lentről fölfelé, és érzik már is, megmozdult a vállőv. Aztán nyújtsák ki a kart, és nagy kört írjanak le az egyik karral, majd a másikkal is, ugyanígy rézsutosan elő keresztezzenek. Picit elfordíthat a törzs, elfordíthat, fordíthat, és elég. Engedjék le a karokat gyönyörűen, domborítsák ki a mellkast, nagy kört írjanak le még a vállövvel. Végig nyújtottak legyenek a karok, az ujjakat is feszítsék ki, a nyakuk laza maradjon, lapocka zár, mellkas jól kidomborodik, visszafelé is. És nézzük meg, miben különleges ez a módszer, Edka anyó módszere, hogy úgy mozdulunk, ahogy babakorunkban, mindig gyönyörű, helyes, természetes testtartással, és bele tudjuk vinni a mindennapjainkba. Elég például, ha leveszünk egy polcról valamit, akkor is picit keresztező mozdulatot végezhetünk, és lapockát zárva picit elfordít a törzs, és lapocka zár, nyújtózzanak jó magasan föl, és picit fordítsák el a törzset. Fordítsák el. Majd emeljük meg mindkét karra, nyújtózzunk egyet, és hátra, gyönyörű lapocka zárással, engedjük le a karokat, majd lazarugóval, lendítve a karokat, lazítsuk el magunkat. És kedves egészségükre! Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk decemberben a viszontlátásra!